Műsorunk támogatója a Krio Intézet, a családi önsejtbank. Támogatónk a babaápolási termékek forgalmazója, a MAM. Támogatónk szervíz és flottakezelő partnerünk a Flotta Business Car Autó Kölcsönző Kft. A műsor támogatója a Beba Pro Junior 1. Csodás napot, ez itt a hashtag kandászmamik, ahol babára készülő párok és családos anyukák izgalmas erőt adó. És valódi történetét mutatjuk be itt és a közösségi médiában. Szerelem, szülőszoba, család. Mutatjuk a mai főszereplőinket. Hát eljött a pillanat. A kandászmamik shopping mami a pár perc múlva találkozik babájával idekint. Ahogy látni fogják, Shopping Mami és férje Imi megvalósították a lehetetlent. Hitük és szerelmük felülírta a diagnózist, miszerint Iminek sohasem lehet kisbabája. A szerelmük korántsem egy romantikus helyen kezdődött. Az elvált férfi német tolmácsként a Vágóhídon talált állást. Két hete, hogy dolgoztam, megpillantottam Csillát. Ő akkor még nem járt le. De te már ott dolgoztál. Én már ott dolgoztam. Aha, tehát hogy egy új hús volt az urad. Igen. A jelenlegi urad. Igen. Csinos volt minden, kihívó volt. Én nekem mindig is tetszettek a tetovált lányok. Soha nem volt még olyan barátnőm is, és egyből úgy megragadta a pillantásomat. A szélviharként közlekedő 180 segédmunkást irányító sziporka Csilla látszólag rá sem hederített Imire. És hát az Iminek esélye se volt ugye 180 pasival szemben, nem? Igen. Hát utána... Hát Imire felfigyeltem azért, na. Mint? Szépek voltak a szemei. Aha. Nekem az Imi lesz, én ezt már el is döntöttem, mikor őt meglátom kész határozottan, hogy megszerzem. Apának. Ja, persze. Megtalálom az igazit. Itt fogok maradni. Mondhatnánk, hogy egy szép naplementés estén, de nem. Belsőségcsomagolás közben szerettek egymásba a városi lány és a tanyasi fiú. Fogtam Csillát, kivittem a tanyára, és akkor megmondtam neki, mondom, itt fogunk élni. És mondtam neki, mondom, figyelj, mondom, te egy plázacica vagy, én egy paraszt vagyok. De nem igazam, és mindig ezt mondja, plázacica. De mindegy, megmutattam Csillának, hogy mi van. Ahol én éltem tanyába, ott Csilla azt mondta, ember itt nem lehet élni. Depressziósak voltak a falak. És mondtam neki, hogy én ezt nem akarom feladni, mert nekem mindig ez volt a vágyam, ez volt az életcélom, meg minden, és mondom, én nem akarok a városba beköltözni. Hát azóta beköltöztem a városba. Hát azért elérted egy év alatt ezt a dolgot. Hát egy év alatt, egy hónap alatt. Akkor még Shopping Mami nem is sejtette, honnan is sejthette volna, hogy a tanyasi mézes kalács házikó lesz majd a kislánya boldogsága, akire annyira vágyott, a kislányáé, aki lehet, hogy sohasem fog megszületni. Most értem vissza futásból, te meg Feri, kerékpároztál, fel voltál anyukádéknál. Ott érkezik Csillától a férjemnek a telefon, szülünk. Gyors zuhany a futás után, és már robogunk is Kecskemét felé. És mit mondod pontosan? Elment a magzat, viszem, azt hiszem. Elment a magzat, viszem, azt hiszem. Nagyon fent van, azt mondják még, úgyhogy van idő. Jól van, azért jövünk. Válasz, Szofia már nem marad benn, az biztos. Úgyhogy mehetünk. Édes. Na mi van, kis Peti? Jó, de kis csinos vagy. Hello. Hogy gyorsultak az események? Hát, kicsit elfolyt a magzatvíz. Aha. Most kapott egy tablettát, azért a mészájt érleve, hogy tudják a babát megvizsgálni. Ez most egy két óra hosszás várakozás időre ez kérdő. Most az előbb már voltak nekik is fájásai, mondta a szülőszre, hogy ez így jó. De szép a kórház, nézzétek! Most azt hiszem, maguk jön. Ez teljesen normális, hogy a kispapa egy kicsit meg van zavarodva. Köszönöm, hogy
Csilla itt van az egyes szülőszobában. Hát hol máshol, a Bilel. Hello. Mizu. Azt mondja, unatkozik. Unatkozol? Azért jöttünk. Na, hát jöttünk társaságnak, tudod. Már vannak fájásaid? Hát valami olyasmi, de... De mi? Hát mit érzel? Tudod, érdekes. Semmi nagyon feszít, csak egy kicsit. Most, hogy felhelyeztük 3:45-12 óra tablettát, ezt a visszaérlelő tablettát, azt követően 2 óra hosszáig feküdnie kell, majd 2 óra hossza után föl lehet kelni. Van ott szőlőcukromban. Aha, meg? A víz otthon van a babaváró körül. Hát ez most? Babaváró körül? Telegettem most este. Csomó babacuccot. Otthon maradt a pléd, meg van a Málna Szofiás hímzett plédünk. Elérkezett a nap tehát. A vicces házaspár most is mókázik. Egyelőre nem siet Málnus kifelé. Aha, itt mocorog. Ólomlábakon jár az óramutató. A kispapa élcelődéssel oldja, nyugtatja a kismama türelmetlenségét. Kapcsolj szundira. Jó. Még van időd. Mindig az adott fájásra figyelj, Csilla. Elmúlt a fájás, akkor pedig szépen lazulunk, pihensz. Jó? Jaj, de állás. De nem bírok aludni egy percet sem. Hány perces vagy? Most úgy tűnik, hogy olyan 2-3 perc. Hát az már nem. Az már nem. És változott is, jött is lejjebb. Málna, a kis bocsiával. A szülésznő azt mondta, hogy menjen bezuhanyozni, és nagyon jól esik neki, majd tőle is megkérdezzük a meleg víz, aminek fájdalomcsillapító hatása van. Úgyhogy drukkolunk, hát 2-3 perces fájásoknál már akármi is lehet. A szülés előtt 10 hónappal. Szerelembe estetek, megtaláltátok egymást, sokáig vártatok egymást gyakorlatilag. Mind a ketten szerettetek volna babát, hogy az apát is kerested, és akkor egyszerűen megtalálod a szerelmet, és akkor közli veled, hogy egyébként nekem azt mondták, hogy nem lehet gyerekem. Hát én mondtam neki, hogy nem, ugye, nem engem az. Ez ilyen nincs. Megállapították, hogy neked nem lehet saját gyermeket, mert nincs elég életképes. Igen. Lassúak. Lassúak. Aha. Hát én felgyorsítottam. Hogy tűnik, beturbóztad. Erről volt papírod, kvázi? Tehát, hogy azt volt mondta, papírom, igen. Stresszes voltál amiatt közben, hogy megtaláltad a csajt, akiért fú, hát ú, meg minden, és hogy akkor most ez, ha nem működik, akkor mi lesz? Sok csalódáson mentem keresztül, és én megtanultam azt, hogy pozitívan gondolkodjak. Úgy belevágtam a közepébe, majd lesz valahogy. Tényleg ilyen, nem azt mondom, hogy meggondolatlanul, mert azért végig gondoltam, hogy én most vagyok 47 éves, megszületik a baba, mikor ő 20 éves lesz, akkor én már 67 leszek, és a többi. Ezt mind végig gondoltam, de hát ezzel nem tudok mit csinálni. Imi annyira vágyott babára, hogy tudta, a lehetetlen is lehetséges. Optimista lelke és csillaggondoskodása felülírta a diagnózist. Hogy nem azt mondták nekem, hogy terméketlen vagyok 100%-osan, hanem az, hogy nincs elég életképes. Na hát én erre felgyorsultam, meg különböző féle vitaminok, és nyomtam bele, mondom, ezt kell szedned. Soha életemben nem szedtem vitamin, meg ilyeneket, annyi amúgy is tisztára elleme vagyok. Egy kosár vitamin szed azóta. És én nem akartam őt elkeseríteni, de úgy voltam, hogy oké, próbáljuk meg, majd lesz valahogy. És egy hónapot próbálkoztunk. Felébredtem egy vasárnap reggel, mondom, meg kell csinálni ezt a tesztet, én úgy érzem, hogy biztos, hogy pozitív lesz. És akkor bementem, kétség. És akkor bementem a szobába, és akkor mondtam Iminek, hogy kétség. Kétség. Ő meg, igen. Ezt most oda rajzoltad? Mondom, azt is komoly, hogy így reagálsz. Hát mondom, hogy rajzoltam volna oda? Hát mondom, ez pozitív. És akkor nagyon örült neki. De ezt a megünnepeltétek valahogyan? Szerintem nem. Vagy veszekedtetek egy jót ezen a két csíkos történeten? Én akkor valójában még nem akartam ezt elhinni. Uh-huh. Én attól féltem, hogy elmegyünk az orvoshoz, vagy elmegy az orvos, és az orvos azt fogja mondani, hogy nem terhes. Az utóbbi 7 évem az nekem
nem volt már motivációm, nem volt mié élnem. Ami, csak hogy tettél lektél a világban. Az nekem elég volt, többet nem akartam, és, uh-huh. és nem volt célom. Most már van. A főorvos is megérkezik, ő kísérte végig a terhességet. Csilla feltételek nélkül bízik az orvosában. Amit a doktor úr jónak látja. Ha a doktor úr jónak látja, hogy császár, akkor ma mehetünk is. Egy-két órát még figyelgetjük, és akkor meglátjuk azt, hogy tendenciájában hogy néz ki a dolog. Tehát, hogyha tágul tovább a mészáj, akkor érdemes várni, ha nem, akkor a befejezés módja, akkor császármetszés lesz. Feri. A séta a függőleges testhelyzet segítheti a folyamat haladását. Ha nem az a cél, hogy így ugrálunk, pattogunk rajta, hanem maximum ilyen körkörös mozdulatokat csinálunk. És így, ahogy dörzsögeted, az úgy jó. Ki tudom tolni. De hogy ne tudom? Hol jól csinálod? Oldalfekvésben jobb, mint hátul. Így van. De így állva van. És lobdán meg jobb, mint fekve. Igen, ebben a szakaszban. Egész jól kitanultad én, hogy hogy kell. Én átvenném tőle a fájós lehetne. Jaj, de jó lenne. Koponya továbbra is elég magasan van, valahogy megállt ez a folyamat, és biztonságosabb az, hogyha kiemeljük a magzatot. Mekkora babát várunk? Hát nem tudják igazából, de szerintem egy 3,5 kiló biztos lesz. No, mit csináljuk? Ez várja Mála Szofiát. Így van. Közvetlenül a szülés után az anyák, apák mellkasára kerülnek a babák. Ez egy csomó élettani pozitív hatáson kívül olyan kötődés alakul ki a baba és a szülő között, ami kincset ér. Azokkal a kórokozókkal találkozik a baba, amik normálisan kellenek a nagybetűs élethez, amik a bőrön vannak, ami jótékony hatású. És befejezésének a módja a császármetszés lenne. Boldogtól. Jó kezekben vagyok, maga tudja. Hát ez amikor sürgősségi a dolog, akkor ezt összetrombítálni nem mindig egyszerű ám. Szia, egy császármetszés szeretném csinálni. Egy kipipa. Csókom, Timike. Csinálnék egy császármetszést. Jó? Szóljon már be a műtős fiúnak is, jó? Hello, Renata. Be tudsz jönni egy császármetszésbe? Jó, akkor szeretettel várom. Köszi. Beindul a gépezet, a stáb összeállt, a kismama megkönnyebbül, ugyanakkor egy ismeretlen világ várja oda bent, amely félelemmel tölti el. Sziasztok! Meg ahogy meg is beszéltük, én beszélek hozzá németül, te meg beszélsz hozzá magyarul. Beszélj már egy kicsit. De ez nekem furcsa, hogy beszélek valamihez, amit nem látok. Az nekem tök jó, hogyha te beszélgetsz a Málnával, az... Én minden nap beszélgetek. Én azon tudok mosolyogni, meg nevetni, meg az oké, rendben van, de én nekem ez furcsa, én nem tudok hozzá beszélni. Majd, hogyha itt lesz kezembe, veszem, majd beszélgetek. Szép. Málnuska szobája, itt lesz a kis ágya, és a szekrénye. Az a ruha mennyiség, igen. Az egy atya úristen. De tényleg! Ez a kezdőszet. Na jó, de én azért úgy gyűjtögettem, hogy 56-ostól egész 80-asig vannak ruháink, tehát én már okosan gyűjtögettem. Vannak itt ilyen két szuki ruháink, amit majd beviszünk. De olyan gyorsan fog nőni, ki fogja nőni. Erről azt mondta, nem baj, akkor átöltözteti naponta 5-6-ra. Csak hogy a ruhát használja. Hát egy csinos. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, már nagyon régóta, ez nekem nagyon nagy álmom teljesül, már végre vágyam mindenem, hogy kisbabám lesz, és így, hát így jött.
Shopping Mami a férje szerint öltöztető zseni. Émi pár ruhadarabbal érkezett, de már neki is van egy ilyen szekrénye. És valahol. Én nem tudom, hogy mennyi ruha van. Mindenhol. Azóta, mióta itt vagyunk, folyamatosan öltöztetek. Amikor szóba jött, hogy mi legyen, fiú vagy lány, akkor én mondtam Csillának, mondom, valójában én lányt szeretnék. Én mondom, mivel tudom, hogy olyan lesz, mint te, mondom, inkább legyen fiú. Mert akkor, amíg ő vásárol, addig ti a sarki... Nem is az, hogy vásárol, hanem majd őrizni kell a lányt, mert... Ja, már most ez igen, a gondolat. Ja, most ez a par. Apuci lánya még a pocakban, de már most rettegjen, aki valaha is meg akarja bántani. Na, csak egy mondatot, létszín. Na, létszín. Na, bitte. Mit fogsz mondani neki? Hello, my chat, wie geht's dir? Oké. Okay. Hát, de szép. Jó. Jó. Jó, majd, ha itt lesz, beszélni fogok hozzá annyit, hogy meg fogod unni. Jó. Sőt, németül fogok vele megbeszélni mindent, úgyhogy te nem fogod érteni. Hát... Ma várom azt a napot. Az összeszokott profi stáb azon dolgozik, hogy egészségesen érkezzen Málna Szofia, miközben anyuka és apuka is ezért aggódik. A humort felváltja a bizonytalansággal, kiszolgáltatottsággal teli izgalmas várakozás. Apa kukucskál, alig várja, hogy megpillantsa a kisbabáját, aki meg se fogalhatott volna. Anya és apa a boldogságot jelentő felsírást várja, feszült a levegő. A főorvos megmutatja őket. Ilyenkor sokszor van úgy, hogy nem sír, a köldögzsinór felől még kapok szívet. Tehát a kiemeléskor nem költözten szükséges, hogy azonnal a köldögzsinór. Ó, ügyes vagy, ügyes vagy. Cuki pofia van. A szülés előtt 8 héttel. Köldögzsinór végig. Mert a keze is oda van, húzva. Meg hajas. Hajas? Nem. Hát a haja az nem látszik. Nem, még. Arra gondoltál, hogy ott a tetején? Ott az a sötét, azt hittem. Lányom. Az első kislányom. Jó, de kis pufi. Alszik egyébként, húzgott? Kicsit mocorgott. Beszaladtam. Badit venni. Vagyunk vásárolni, nagyon érdekes, mert tiszta extázisba kerül a gyerek. Tiszta anyja. Hát, Szoki. Milyen nagy lába van, nézd meg. Zsinórnak a húzása folytán, amikor megszületik a baba, abból lesz ez az apnoé, tehát hogy nem vesz rögtön levegőt. És akkor várnunk egy pár percet, de ez semmiféle magzati károsodást nem okoz. Itt vagyok, kicsi.
Szép, persze, szép. Mi van, sokat kaptam? Hát egy kicsit. Jó van, ne sírjál. Ne sírjál. Gyere, csücs. Apuci. Apuci. Ismerős ez? Hogy még hangzik? Még nem, de most már majd az lesz lassan. Apuci. Örülök nagyon. Férfiaknak, akiknek diagnosztizálnak egy ilyen problémát, amit nálad vagy? Hát csak azt merem mondani, hogy ne adják föl sose. Én valójában feladtam, nem küzdöttem már érte, Csilla jött, ő ezt nem fogadta, hál' Istennek. És hál' Istennek igaza volt. Ami eddig talán nem is véltem igaznak, most itt van most. Itt van a kezünkben. A temesvári főorvosnál eddig született babák megtölthetnének egy várost. Ő is nagypapa már. Az unokája képe a kórház falán függ mellette, hogy mindig vele legyen. Magának a szülészetek annak szóval olyan szépségei vannak, hogy az embernek időnként el is csuklik a hangja. Anyukáink valódi történetei folytatódnak, kövessék őket a YouTube és Facebook csatornáinkon is. Csodás hétvégét! Jó, van itt valóban a sérülés. Jó? Titulkán. Műsorunk támogatója a Krio Intézet, a Családi Önsejtbank. Támogatónk a babaápolási termékek forgalmazója, a MAM. Támogatónk szervíz és flottakezelő partnerünk a Flotta Business Car Autó Kölcsönző Kft. A műsor támogatója a Beba Pro Junior 1.